Köszöntöm Önöket! Egészség és természetvédelem, valamint egy közös élet kezdete. Mai műsorunkban e témákkal foglalkozunk, nézzük a részleteket. A nagy nap előtt, már a jövő évre készülnek a jegyesek. A mikrokeringés segítése. Érterápiás készülékkel az egészségért. Szélmalomharc. Erdei szemétszedés közösen. Esküvő kiállítás volt a hétvégén Zalakaroson. A vasárnapi rendezvényen már a 2019-re tervezett házasságkötésekre készültek a párok. A kiállításon szinte mindent megtalálhattak, amely egy esküvő megrendezéséhez szükséges. A megálmodott, felejthetetlen nap szervezéséhez nyújtottak segítséget a szervezők a Karosi programon. Virágok, torták, meghívók, fotós, zenekar és vőfé is volt a kiállítók között, ahonnan az esküvő egyik nagyon fontos kelléke, a menyasszonyi ruha sem hiányzott. A következő évben nem sok változás van az idei évhez képest, tehát ugyanazok a fazonok, ugyanazok a szabások megtalálhatók. Ami változás, az inkább a díszítésben, egy kicsit elmegy a merészebb díszítés felé a ruháknak a csipkézete, a színe, tehát egy kicsikét beviszik a színeket a menyasszonyi ruhákba, még jobban, mint eddig. Ez mit jelent pontosan? A fehér már nem is igazi fehér? De ami fehér, az igazi fehér, viszont egyre többen keresik a tört fehér ruhákat, ami azért annyira nem meglepő, mert ez már évek óta így van, viszont vannak testszínű betéttel megspékelt fehér ruhák, ekrű ruhák, illetve színes ruhák, tehát akár egy sima átlátszó tül, meg, tehát egy tül egy melbetéttel, és azon mondjuk rózsaszín, kék, vagy bármilyen színű mintával, virágokkal, csipkével, tehát nagyon sok színt belevisznek a merészebb menyasszonyoknak. Mennyire tapasztaljátok azt, hogy mondjuk bemegy egy menyasszony, elképzel magának egy ruhát, és hát sajnos lehet, hogy pont nem az áll neki jól? Az esetek 90%-ában így járnak a lányok. De nagyon-nagyon sok elképzelés van, ugye az internetvilága az nagyon sok mindenre jó. Többek között erre, hogy a lányok azért, amikor megkérik a kezüket, ugye a következő lépés az, hogy nekiállnak keresgélni. Nagyon sok mindent tetszik a lányoknak, nagyon sok mindent megtalálnak, aztán bejönnek, hogy konkrét elképzeléssel ilyen és ilyen ruhát szeretnének, és megpróbáljuk a ruhákat, és közlik, hogy ja, hát ez a ruha mégsem az a ruha. Tehát én azt tudom javasolni, hogy mindenki a testalkatának megfelelő ruhát válasszon, mindenképpen próbálni kell ahhoz, hogy ezeket a ruhákat megtaláljuk, tehát hogy mi az, ami jól áll, nem feltétlenül a legtrendibb, ami jól áll, lehet, hogy egy kicsikét klasszikusabb vonalú, kicsiket klasszikusabb szabású, de mégis azért egy menyasszony csak úgy menyasszony, hogy ragyogjon azon a napon, és csak a megfelelő ruhában fog tudni ragyogni. Ahány pár, annyi elképzelés. Ez szinte minden részletre igaz, így a dekorációban is sok egyedi ötlet megjelenik. Ez nagyon sok függ attól, hogy menyasszonynak mi az álma. Érdemesebb mindjárt színnek kezdeni, kiválasztani azokat a színeket, amit el tudnánk képzelni a nagy napon, és utána szépen leegyeztetni azt, hogy mint a menyasszonyi csokor, mint a dekorációs anyagok, mint az autódísz, tehát így harmonizáljanak egymással, mert akkor olyan szép összhatásba, szép hatása lesz az egész esküvőnek. Fontos az, hogy milyen évszakban lesz az esküvő? Fontos az, hogy mi a kedvenc virágom? Is, fontos is, meg nem is. Ugyanis most már abban a világban élünk, hogy a fréziát is már télen is meg tudom kapni.
színbe is meg tudom kapni azt, ami tavasszal vannak a szép színek. Ezek a púderes színek, ezek a halványabb színek mennek nagyon, mint így egész évben, egy tavasztól egészen tél végéig. Most már egy kicsit az adventi időszakra is rátérve, szintén a púderes adventi díszek egy kicsit a csillogással, az arany ezüsttel behatározó tud lenni, de érdemes azért mind a kettő dolgot megfontolni. Nincs lehetetlen. A mennyasszonyi csokorban vannak-e változások? Vagy ez is igazából mennyasszony függő? Egy kicsit mennyasszony függő, mert van, aki ragaszkodik a régebbi stílushoz. Kicsit változott annyiban a trendi, hogy kevesebb virággal és sokkal több zölddel dolgozunk. Egy kicsit ilyen, úgy hívom, hogy kócosabb a mennyasszonyi csokor, de valaki mindig ragaszkodik szinte a fej és fej ezekhez a bider kicsi körcsokrokhoz. Hogyan és miként képzeljük el az összhatást, mondjuk mennyire kell idézőjelben túlzsúfolni az asztalt egy-egy díszsel, kör alakú vagy hosszúkás asztalon átívelő, tehát hogy ezek mitől függnek? Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy azért azt tudni kell, hogy nem a virágot esszük az asztalnál, és azért egy fontos dolog, hogy ne az foglalja el a főasztalnál és a vendégasztalnál legnagyobb helyen. Egy nagyon egyszerű kis díszítés az minden. Az elegáns tud lenni, nem sok, nem hivalkodó. Persze lehet csinálni olyat is, hogy tele virággal és tele zölddel, de azért mindig figyelembe kell venni azt, hogy ha leülünk az asztalhoz, lássuk egymást, ha szembe is ülünk egymással. Itt azért itt vannak ezek a kis alapszabályok, azért illendő betartani nekünk virágosoknak is. És hogy ne legyen zsúfolt, tehát az az ital, az az étel szintén kényelmesen elférjen az asztalon. Az ünnepség egyik fontos pontja az esküvői torta felszeletelése. Emellett a további édességek is nagy szerepet játszanak egy lakodalomban vagy ünnepi vacsorán. Az elképzelések pedig szinte páronként változnak. A tortaigények nagyon változatosak az elmúlt időszakban. Tavaly hatalmas nagy divatra lett a mesztelen torta. Ez nagyon sok esküvőn megjelent, de mellette ugyanúgy használják, vagy kérik még ezeket a burkolt tortákat is. Fodrosan, csikosan, romantikusabb formában, modernebb formában, tehát nagyon szerteágazó. Ízvilágban mit lehet elmondani, hogy mit kérnek, mik a kedvencek? Ízvilágban a nyári melegben túlnyomó részt ezek a könnyed, laza, gyümölcsös ízek vannak. Ilyenkor ősszel, télen inkább ez a csokisabb, gesztenyés, kicsit tömörebb ízvilágot választanak a kedves megrendelők, de mindenki, ahogy szereti. Mennyire édes szájúak az emberek, vagy egyáltalán mit szoktál ajánlani, hogy hányféle süteményt érdemes egy-egy esküvőre megrendelni? Hát ez is nagyon változó, mert vannak olyan kedves megrendelők, akik azt mondják, hogy elég nekik 3-4-5 féle, viszont van az is, aki 10-12 különböző félét választ. Van, aki a hagyományosabb felé húz, van, aki a modernebbet választja. Nálam a modern változat elérhető, inkább süteményes büfé asztalokat szoktam javasolni az esküvőre. A nagy napra való meghívás sem egyszerű, a választék etéren is óriási. Mi a jellemző, hogy a mai fiatal párok milyen jellegű meghívóval fogadják vagy várják a vendégeket? Hát ez elég változatos. Általában próbálnak olyat választani, ami a személyiségüket tükrözi, vagy próbálják a leendő helyszínnek a színvilágához, a dekorációhoz választani, amire én azt mondom, hogy nem biztos, hogy arra kell, ha tetszik egy olyan, ami nem illik oda, mert nem viszi oda senki a meghívót a lakodalomra. Az a lakodalom helyszínen legyen a gyűjtetőkártya, a menükártya, a többi minden legyen olyan, ahogy oda passzoljon, de ebből ki lehet venni azért a meghívót. Ha egybe van, az viszont jól néz ki. És igazából, ami
amit úgy szeretnek ezek a virágosak mostanában, ugye egy éve már egy ilyen virágosak, és újra jönnek a vidám, kis húzogatós, hogy megy az anyakönyvvezető több az autóba, menekül a vőlegény a horgászbottal, húzza vissza, tehát most egy csomó ilyen új most össze megjelent. Nálunk még az idézetek, vagy versek, vagy dalszövegeket azért még nagyjából szokták, egy kicsit kopik, meg már merészebbek talán, a párok egy része mer választani mostanit, mert ugye jó sokáig volt az a, nem tudom, 20 vagy 30 idézet, ami minden esküvőn megkivalóban volt, hát egy kicsit ezt már próbálják. Ha valamelyik tagja külföldi, akkor meg abszolút nem, mert nem divat. Tehát külföldön általában nem divat ez. A programon a kiállítóktól az elképzelt nagynap megvalósításához számos ötletet és tanácsot kaptak az ifjú párok. Csak egészség legyen, halljuk sokszor az elcsépeltnek tűnő mondatot. Pedig azok, akik szenvednek valamilyen betegségtől, tudják, hogy az egészség megőrzése az egyik legfontosabb dolog az életünkben. A betegek egészségük újbóli visszaszerzésére különböző módszereket használnak. A gyógyszerek, kezelések, terápiák és gépek mindenkinek más eredményt hoznak. Stábunk nemrég egy olyan előadáson járt, ahol egy érterápiás készüléket mutattak be az érdeklődőknek. A Halis István Városi Könyvtár különtermében egy olyan készülékről szóltak a szakemberek, amely egyre elterjedtebb hazánkban is. A Bémer terápia az egy fizikai érterápia, javítja a kisereknek a keringését. Ugye nagyon fontos, hogy a sejtek kapjanak elegendő oxigén tápanyagot, és a sejtműködés során felszaporodó salakanyagokat, tehát akár a tejsavat is elszállítsuk onnan, és ebben tud a Bémer segíteni. Az érterápiás készüléki már 20 éve segíti a használókat. Térségünkben mégsem ismerik eléggé az eszköz hatékonyságát, véli Kátai Melinda, aki évek óta próbál segíteni a hozzáfordulóknak. Én igazán 9 éve ismerkedtem meg a készülékkel, és 9 éve úgy döntöttem, akkor annyira szimpatikus volt ez a dolog, hogy forgalmazóként és foglalkozom a készülékkel, forgalmazok és bérbeadok Bémer készülékeket. Különféle nagyon-nagyon szerteágazó problémákkal keresnek meg, érszükület, érrendszeri problémák, lábszárfekély, alvás probléma, például most két hölgy is használja, akiknél baba projekten vannak, és hogy a várandóság segítésére, aztán kisgyerekeknél, bőr problémáknál megelőzés. Szóval nagyon-nagyon széles a skála, hogy milyen területeken, amiket csak én tapasztalok és használjuk az emberekkel. A készülékkel szervezetünk mikrokeringésére tudunk hatni, ezáltal képes javítani egészségünkön. Ez egy fizikai érterápiás készülék, ami egy gyenge elektromágneses mezővel juttatja be a szervezetbe ezt a speciális impulzus formát, és igazából véve ugye az egész szervezetben hat, hiszen van egész testkezelő applikátor is, de vannak helyi kezelést szolgáló intenzív applikátorok is, tehát lehet akár célzottan kezelni, például ha valakinek zúg a füle, vagy fáj a válla, vagy fáj a térde, vagy mondhatnám azt, hogy lábszárfekélye van, tehát különféle problémákat lehet kezelni, akár intenzíven is. Egy matracot kell elképzelni, amire rá kell feküdni, ezt egy ágyra, egy ülőalkalmatosságra rá lehet tenni, ehhez van egy kezelőegység, amin lehet indítani a programokat, van különböző helyi kezelő alkalmatosságok, amivel a helyi problémákat tudjuk kezelni. Igazán én minden alkalommal házhoz viszem a készüléket, és betanítom, megmutatom a használatát az embereknek, így aztán tudják ők, volt, hogy 80 éves néni használta, szóval egyszerű és könnyű a használat.
A Bémer terápia akár már újszülött kortól alkalmazható, 100 éves korig, tehát a gyerekgyógyászatban is alkalmazzák, és a felnőtt gyógyászatban is, de nem csak a beteg emberek használhatják, hanem az egészségesek is, egyrészt prevenciós célra, másrészt pedig a sportolók akár teljesítményfokozásra is, vagy hogy gyorsabban regenerálódjanak, vagy egy-egy sportsérülés gyorsabban gyógyuljon. A készüléket számos orvos is elismeri, így egyre több egészségügyi intézményben van mód a használatára. Ez egy olyan készülék, ami a fizikoterápiás kezelésekben egy hiánypótló, hiszen alkalmazhatják olyan betegek is, akiknek fémbeültetése van, pacemakere van, akár terhesek vagy tumoros betegségben szenvednek, hiszen ezek sem ellenjavallatok a készülék használata során. A legtöbbször szerintem a fizikoterápiát alkalmazzák, főleg a reumatológiai kórképekben, hiszen leginkább az orvosi rendelőkben, a reumatológián, a fizikoterápián van elterjedve, de alkalmazzák a készüléket akár a diabéteses betegek rehabilitációjában, vagy gyerekgyógyászatban, gyerekortopédiában, tehát sok területen, vagy fülorgégészetben, tehát nagyon sok területen alkalmazzák, de a legelterjedtebb a reumatológiai alkalmazás. Ezt nem csak kórházakban, orvosi rendelőkben, hanem otthon is alkalmazhatjuk. Ehhez kell szakember? Igen, ez a készülék közforgalomba hozható, tehát gyakorlatilag bárki megveheti és saját magán alkalmazhatja, azért, mert a készülékkel ártani nem lehet, tehát olyan beállítást nem lehet csinálni vele, ami bajt okozhatna, viszont ahhoz, hogy terápiás hatást érjünk el, hogy minél jobb legyen az alkalmazás, ahhoz célszerű segítséget igénybe venni. Az emberek akkor kapnak kézbe, hogyha valami már nagyon-nagyon kicsúcsosodott, és akkor aztán rohannak, akkor kérik a segítséget azonnal, ez egy nagyon jó dolog, és az a jó, hogy most bocsánat, hogy ezt mondom, ha megtalálnak engem, vagy akár bárki mást, akinek bémár van a közelében. Nyilván, hogy egy betegség kezelésére, hát egy bizonyos időt azért kell rászállni, hogy ez változon és javulás lépjen fel, de én azt mondom, hogy ha valaki úgy igazán van rá módja és lehetősége, akkor hosszú távon gondolkodjon a bémár használatában. Nem csak egy személy tudja használni, hanem az egész család, a gyerekek, nagyszülők, akár ismerősi kör például volt olyan, hogy idősek klubja állt össze, 10-15 ember, együtt összefogtak a bérleti díjat, kifizették, és akkor így, de nagyon sok ilyen klubos társaság fogott össze, és akkor így szokták használni a készüléket. Az egy jó közösségépítő is, és közben tényleg az egy hónap alatt hát óriási változások mennek végbe. Műsorunkban már számos alkalommal foglalkoztunk a természetvédelemmel, valamint a mozgás fontosságával. Mindkettő szorosan hozzákapcsolódik életmódunkhoz. Nemrég két csapat összefogott és együttes erővel tettek a környezetünkért a Szaplányosi erdőnél. Kesztyűvel, zsákokkal felszerelkezve készülődtek futók szombaton az erdőbe. A férfiak és nők, gyermekek és kutyák ezúttal egy rendhagyó programon vettek részt. A természetvédelem és futás kapcsolódott össze a hétvégén a Zala Erdő ZRT és a Kanizsa Futóklub közös rendezvényén. Valójában az ötlet az közös ötlet volt a Kanizsai Futóklubbal. Többen vagyunk a társaságnál, akik beléptek már a futóklubba, és többször is futottunk együtt, közösen kisebb-hosszabb távokat, és ezek kapcsán fogalmazódott meg az ötlet, hiszen mindannyian szeretjük a környezetet, szeretjük a szépet, és ez a szemétszedésnek a gondolata, ez akkor fogalmazódott meg bennünk, amikor láttuk azt, hogy bizony ráfér a környezetünkre, hogy egy kicsit tegyünk érte azok helyett, akik amúgy meg nem tesznek érte, sőt.
Sokat ezen nem kellett gondolkodni, hogy a futóknak az egyik legjobb barátja az erdő, a futóklubnak is az egyik legjobb barátja az alaerdő. Ugye az erdő rengeteg élménnyel megajándékoz bennünket az évszakok folyamán, nyáron, ősszel, télen szívesen futunk, és azért látjuk, hogy nem mindenki becsüli a természetet, van, aki egy kicsit szanaszét hagyja maga után azt, amit használ vagy eldobál. Innen jött az ötlet, hogy akkor tegyünk a környezetünkért, és tegyük szebbé a világunkat, gyűjtsük össze a szemetet. Ez az első ilyen akció, amikor a futóklub ilyen téren mozul meg? Szemétszedés téren igen, jótékonykodni szoktunk, tavaly is volt jótékonysági futásunk, idén azt gondoltuk, hogy egy kicsit más jelleggel szeretnénk jótékonykodni, most az erdő javára szeretnénk hasznosítani a futóerőnket. Mennyire sikerült a tagokat megmozgatni szerinted? Láthatjuk, hogy most már szép számmal gyülekeznek. Igen, elég sokan jönnek. Hozzátartozik, hogy utána lesz egy élménybeszámoló Lubics Szilvitől, a nemrégen teljesített Ataka mai sivatagi futásáról. Tehát ez az élménycsomag úgy gondolom, hogy sokak számára kedvező tud lenni, és szívesen kijönnek. Az időjárás is velünk van, tehát ragyogó napsütéses idő van, bár ugyan egy kicsit hűvös, de hát a novemberhez képest ez teljesen jó. Elképzelhető, hogy a jövőben a természetvédelembe épül a Kanizsai Futóklub programjaiba, hagyomány céljából? Én úgy gondolom, igen, mert a filozófiánkban benne van, hogyha futunk és igénybe vesszük a természetet, becsüljük is meg azt, mert rengeteg élménnyel meg a ajándékoz bennünket, ahogy említettem, ezt csak akkor fogjuk tudni megtenni, hogyha vigyázunk rá és megóvjuk. Az erdőbe vezető utak mentén és az erdőkbe is rengeteg szeméttel találkozik az erdőjáró. Nem volt nehéz helyszínt találni a programnak. Igazából a lehetőségek közül válogattunk, ugye egy zalaerdős területen vagyunk, és emiatt vagyunk éppen itt. Ez nem jelenti azt, hogy nem megyünk másfelé, hiszen bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés hagyományt fog teremteni most. A futást tehát ezúttal felváltotta a séta. A résztvevők zsákszámra szedték fel a mások által hátrahagyott dolgokat. Sajnos nagy szükség van rá, mert egyáltalán nem tisztelik a környezetet, úgyhogy majd itt talán körbe is vezetem az embereket, megmutatom. Hát itt a ház környékén is szerintem több mázsányit tudunk összeszedni. Tehát mindent, háztartási hulladékot, építési törmeléket, nem sorolom, talán nem akarom részletezni, hogy mit találunk, de nagyon sok szemét van sajnos. Vannak tipikus gócpontok, amit gyakorlatilag illegális hulladéklerakóként használnak a nem éppen megfelelő magatartást tanúsító emberek? Igen, sajnos ugye közel vagyunk Nagykanizsához, és viszonylag nyugodt ez a rész, tehát kicsi a forgalom, de mégis ott vagyunk, a köves út mellett vagyunk, és szerintem ilyen pillanatok alatt kidobnak egy-két szemetes zsákkal. Tehát találtunk itt mindent. Bútoroktól elkezdve építési törmeléket, palát, tehát veszélyes hulladékot is. Sajnos állandó. Tehát nem is tudom, hogy lehetne ezt felszámolni. Feladata volt bőven az önkénteseknek, akiknek a munka után járt a jutalom. A megtisztított erdőrészlet látványa után vadból készült babgulyással kedveskedtek a résztvevőknek. Igazából itt a vaddisznó, ami egy kicsit oda adja az ízét, hogy más lesz, mint a sertéshúsból készülnek. De láthatok, hogy mennek azért alá csontok felé, őszontok. Igen. Áruljunk el titkot? Az nincsen titok. Tízen élekkel, szabad kerül, egy kis füstölt áru. Ez van egy kis füstölt csülök, nyers csülök. A közös szervezésű programhoz való csatlakozás szinte természetes volt a résztvevőknek. Hála Istennek az emberek mostanában egyre pozitívabban állnak hozzá az ilyen rendezvényekhez, mint ahogy látjuk, most is nagyon sokan eljöttek. Zalaerdős rendezvény is a mai nap, azért is, meg hát a sport szeretete, ugye napjainkban ez nálunk szerepet játszik, nálam, mint sportoktató,
És hát a természetvédelem, ugye a szemétszedés, szemétgyűjtés, nálam otthon is szelektíven gyűjtjük a hulladékot, gyermekeimnek is ezt tanítom, úgyhogy azért vagyunk itt ezen a gyönyörű őszi napon. Mennyire sikerült megmozgatni a barátokat, a barátnőket? Hála Isten, jó pár ember csatlakozott a programhoz. Ugye egyre többen sportolnak napjainkban, ez elmondható, úgyhogy szívesen vesznek részt ilyen rendezvényeken. A futás is úgy gondolom, hogy hát nagyon nagy szerepet játszik a nagykanizsai emberek életében. Igaz, volt már, hogy utólag vissza lehetett követni az elkövetőt, a szemetet lerakó tettes cselekedete többségében azonban büntetlen marad. Egy tipikus szélmalomharc, mégis fontos, hogy vannak, akik tesznek a környezetünkért. A Zala Erdő ZRT és a Kanizsa Futóklub közös programján 50 zsák szemetet szedtek fel az önkéntesek. Két hét múlva újabb témákkal várjuk Önöket, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!